Te lebegek! Pedig este 11-kor még sírni lett volna kedvem. Hát, akkor azt mondtam magamnak, hogy gyerünk már, Jane, dolgozni! És akkor jövő ilyenkor már alapszakos díszoklevéllel a zsebedben, a Nínuson fogsz hajókázni föl és alá egy kis gőzösön, és te fogod magyarázni a történelmet a kíváncsi. Hat nő, hat különböző jellem, hat különböző társadalmi helyzet. Két dologban azonban közös a sorsuk. Mindannyian a magánéleti válságukkal küzdenek, és imádnak a gőzbe járni. Itt megértésre, lelki támaszra és barátokra lelnek. Az angol írónő a gőz hölgyein keresztül az öröknői problémákat mutatja be, de természetesen sok humorral, öniróniával, némi pikantériával, mégis lélekmelegítő stílusban. Erről szól a Karinti Színház legújabb Gőzben című darabja, amelyet más egyebek mellett ezen a héten is megtekinthet a közönség. Most aztán megyünk fettőt, mi gyerünk! Anika, mi lesz ma teára? Na, aranyhal! Ez egy típusú darab, ez a női darab. Ugye azt szokták mondani, hogy Bernard Alba háza ugye az a tipikus női darab, de hát az egy szomorú, és ott halál és szenvedés és nyomorúság van. De hát vannak vidámabb női darabok, ugye kezdődik Aristophanes Lüzisztrátéjával, és ez is egy végigvonul egész a 20. századig. Mi magunk is játszottunk már ilyen női darabot, ez az Acél Magnóliák volt, mi nagy sikerrel ment. Hát most ez a Gőzben, ez szintén egy ilyen női darab, ami két szempontból is érdekes. Először is azért, mert apámnak van egy Gőz című darabja, ami férfi darab, két férfi a gőzfürdőben, azt is játszottuk már, és ennek a szinte párja, ez az angol írónő, Nell Dunnak a Gőzben című darab, amire most készülünk. Ez pedig tipikus a női darab, de úgy női darab, hogy a főszereplői a férfiak. Hiszen a nők a férfiakról beszélnek, és az életüket próbálják megoldani, és amellett pedig tipikus szerepdarab, tehát hat olyan szereplő kell hozzá nő, aki mind más társadalmi osztályból, más korosztály, más gondokkal, más családi háttér, más társadalmi viszonyok, és ezek összeütköznek és összecsapódnak, és ettől egyrészt ilyen könnyes, másrészt nagyon kacagós vígjáték, könnyes nevetős, ahogy mondani szoktuk. Benne van minden, ami a női lélekről fontos, érdekes, és amire kíváncsiak vagyunk. A fekete kosztümömet fogom fölvenni. Alá veszek egy fehér feszes toppot. Josie, te csak ismertesd a tényeket, és mondd el az érveidet, jó? Recsepjük. Általában nézők nagyon szeretik az ilyen típus darabokat, mert nem csak fizikailag, hanem lelkileg is levetkőznek ilyenkor ezek a színészek. Kicsit többet kell magukból megmutatni, hiszen a gőz csak metafora, csak szimbólum, hiszen ha belépünk a gőzfürdőbe, akkor ledobjuk a gondunkat, kiizzadjuk magunkból a bánatunkat, és ez történik ebbe a darabban. De mondom, nagyon mulatságos, szórakoztató formában, úgyhogy közben igazi emberi sorsokat ismerünk meg. Ezért is örültem Korcsmáros György rendező választásának, és azonnal igen mondtam rá, mert úgy gondoltam, hogy igenis női darabokra szükség van, rengeteg nagyszerű női színésztünk van, akit rendszeresen föllép, és ez megint egy újabb lehetőség nekik, hogy a közönség kegyébe belopják magukat.